figyelmezzünk. Mivel, hogy sokan igyekeztek rendbeszedni a köztünk végbe ment dolgok elbeszélését, amin elénk adták, ki kezdettől önmaguk látták, és szolgái voltak az igének. December 3-án Erdő Péter bíboros úr az egész magyar katolikus püspöki kar jelenlétében nemzeti kegyhelyén nyilvánította Mária Pócsot, a könnyező ikon pedig nemzeti erekévé. Szeretettel köszöntöm a zarándokokat. Tetszenek emlékezni az evangéliumba. Van egy vakon született meggyógyítása. Jézus meggyógyítása. Vakon született, és akkor mit mondanéd? Világ kezdetétől sem lehetett hallani, hogy valaki a vakon születettnek visszaadta volna a látását. Ha ez nem Istentől való, már mint Krisztus, nem tehetett volna semmit, ezt mondták a főtanács előtt. Hát ilyen dolog történt. Itt van közöttünk az a harmadrendi, aki ismeri Bodnár Jánosnét, Annuska nénit. És még él Annuska néni. Tehát a lánya annak, aki vakon született, is meggyógyult. A képpel kapcsolatban az első kép 1676-ban készült, a Mária Pócsi bíró Csigri László készítette fogadalomból, hogy a török rabságból kiszabadult. Nem tudta kifizetni. A végén helyette Hurta Lőrinc, egy módosabb polgár vásárolta meg. Egyébként a papnak az öccse festette 6 magyar forintért. Ez a kép könnyezett november 4-től december 8-áig. Azért lett világhíre ennek, mert az északkeleti hadsereg csoport nagy főnöksége, korbeli tábornok Nagykálóba székelt, az itt van közel. És már a téli kvártéra voltak elhelyezkedve, és akkor Pócson rengeteg tiszt és katona megfordult. A csoda első napjától 150 katona őrizte, és az utolsó nap az öreg korbeli tábornok is eljött december 8-án, a szepőtlen fogantatás ünnepén, olyan hideg volt, hogy a bor meg a víz megfagyott a kehelybe, és Mária könnyei csorogtak. Tehát akkor sírt, az is levette a képet, kimond semmi hamis, megvan a tanúvallomása most is Bécsbe. Tudnék, aztán ez eljutott a jelentés. Császárhoz, Lipót császár elrendelt, hogy vigyék Bécsbe. És a következő év júniusára Bécsbe jutott, és szeptemberben volt a zentai csata. Azon a napon, amikor a zentai csata volt, akkor helyezték el a Stefánc dómba, addig körbejárt a Bécs minden templomát. Nagy körmeneteket, megvannak a predikációk, amit különféle szerzetes rendek mondtak előtte. És úgy tartották, hogy a csatát Zentánál a törökökkel szembe azért nyerték meg az egyesített seregek Savoyai Jenő vezetésével, mert a Mária Pócsi kegyképről egy kis réckartot szétosztottak a seregek között, és ez olyan erőt adott a seregeknek, hogy legyőzték a törököket. És emiatt a Stefánc dómot állami szentélyén nyilvánították Bécsbe. Hálásan megköszönöm dr. Udvarhelyi Olivér barátunknak, hogy vette a fáradtságot és ezt az arándoklatot is megszervezte, és olyan figyelmes volt, hogy Pócsot is beleiktatta. Köszönöm, és azt kívánom, hogy legyen egy élményekben gazdag, szép kirándulás, de egy lelki, legfelemelő kirándulás is. Isten áldja meg mindannyiunkat. Magyar ország, édes hazánk, Rúd!